De nem tudja miért! Az ember csak jár akár egy óra, mint egy zsebóra rugója. Egyszer megáll! Az embert átölelik a gépek, közben múlnak az évek. De ő nem szabadul! Az embernek nincs ideje erre, nincs ideje arra. Hisz rohan és fut! Az ember mindig gyűjt az idejére. Ez megy idegére! De nem tudja miért! Az embernek lesz egy csomó pénze, sok-sok kupacérme. Csak ideje nincs az a miénk! Az ember tanul a pénzért, majd dolgozik a pénzért. Mindene a kincs, de semmilyen nincs. Az időt a takarékban tartja, csak azt nem tudhatja, mikor használja fel. Az élet így jó, az élet így szép, az emberek idejét mi füstöljük el. Ők zakatolnak, dolgoznak a pénzünkért, de soha meg nem állnak, hisz menniük kell. Az élet így jó, az élet így szép, az emberek idejét mi füstöljük el. Ők zakatolnak, dolgoznak a pénzünkért, soha meg nem állnak, hisz menniük kell. Viszont csak kétszer ott érgyezünk. Saját szememmel láttam, kétszer is. Itt kell valahol lakni a romok között. De hol? Hol lakhat itt valaki? Azt mondom, egy kislány. Mit csinálna itt egy kislány, egy fül? Azt hiszem, a színpad alatti részben lakhat. Hé, hey, van itt valaki? Én vagyok itt. Hát te ki vagy? Hogy hívnak? Momónak. És mit csinálsz itt, Momó? Szeretem ezt a helyet, itt lakom. Szóval tetszik itt neked? Igen. És itt is akarsz maradni? Igen, itt. Nem kellene neked haza menned? Én itt vagyok itt van. Honnan jössz, gyermekem? Kik a szüleim? Azt mondod, Momó a neved, igaz? Igen. Szép név, de én még ilyet nem hallottam. Ki adta neked ezt a nevet? Én. Magad nevezted el magadat? Igen. És mégis mikor születtél? Ameddig én visszaemlékszem, mindig is voltam. És nincsen nénikét, bácsikát, nagymamát, egyáltalán családod, ahova elmehetnél? Én itt vagyok itthon. Persze, de hisz te egy gyerek vagy. Egyáltalán hány éves lehetsz? 100. No, komolyan hány éves vagy? 102. Nem tudsz számolni. Ide hallgass. Viszont ha elmondanák a rendőrségnek, hogy itt vagy. Ők egy otthonba vinnének, ahol lenne mit enned, lenne ágyad, megtanulnál írni, olvasni és számolni, és még sok minden más. Mi a véleményed? Ne! Oda nem akarok menni, ott már voltam egyszer. Más gyerekek is voltak ott. Minden nap megvertek minket, de igazságtalanul. Oda nem akarok visszamenni. Ezt megértem. No jó, de hát te még olyan kicsi vagy. Valakinek gondoskodnia kell rólad. Én gondoskodom. Csak hát sikerül el. Nekem nem kell sok. Tudod mit, Lomó? Talán... meghúzózhatnál valamelyikünknél. Igaz, nekünk is kevés a helyünk, legtöbbünk meg csomó gyerek van, akik enni akarnak. De úgy gondolom, ahol lehet, ahol elfér még egy. Mi a véleményed? Köszönöm, nagyon köszönöm, de nem egyeznének inkább el, hogy itt lakjam? Szerintem ellakhat itt is. De akkor is segítsük neki, takarítsuk ki a házát és a környékét. Hozzunk neki ennivalót, majd elküldjük a gyerekeket valami ennivalóval. Én oda neked ágyat, asztalt és széket. Nekem van egy régi tágám, idehozom a fűtés, a hideg lesz. Hát ez csodálatos. Berendezzük neked ezt a kis helyet. Kastélyjel varázsolj. Borzasztó hosszú utca van az ember előtt.
olyan hosszú, hogy azt gondolja az ember, ennek soha nem lehet a végére érni. A végén már egészen liheg az ember, és nem bírja tovább. Hát így nem szabad. Mindig gondolni kell a következő lépésnek, a következő lélegzetvételnek, a következő sebbűhúzásra. Akkor jól érzi az ember a dolgát. Akkor örömet okoz. Sajnos még érzem, hogy azt az ábrát mutatja. Megérdemeltem, amit tettem. Az összes vendég szeme láttára pofon ütött. Hogy még döntenek volna a pofon, amikor elkezdtél összetűnni a kocsmergés berendezését? Ebből egy szó sem igaz. Egyetlen kancsot vágtam a falhoz. Az is meg volt már repedve. Az is az én kancsomban, érted? És egyáltalán mi jogon hagyjálsz? Kőműves becsületemben sértett meg. Azt mondta, hogy nem tudok két téglát egymásra rakni. Hogy én csak a pinzai felhőtornyot tudom megépíteni. Kicsiben. Szerintem, hiszen az csak tréfa volt. Szép kis tréfa. Ilyen én nem tudok nevetni. Azt azért mondtam, mert aznap reggel egy téglát jött a vendégnőm atyán, hogy aki belép, az káros, mert becsapja a csapdáros. Az is csak tréfa volt. Micsoda szamarak vagyunk. Itt a kezem csapatba csinálta. Köszönjük, mondom. Hálásan köszönjük. Olyan jó, hogy sok barátom van. Milyen jót játszottunk ma a gyerekekkel. És úgy örülök, hogy Ino és Nikola kivételével. Mindenki szívesen használhatok. A barátomat, a szelet, az esőt. Köszönöm.
Jó napot kívánok, kedves hölgyem! Kedves ugyan! Hello! Nyaha! Bizonyára önök is kíváncsiak, hogyan került ide az amfiteátrum? Oh yes, it's very interesting! Mint azt önök is jól tudják, hiszen maguknál is ismert, hogy itt uralkodott a híres és kegyetlen zsarnok, Maxentius Komnenos. Darling, te tudtál from róla? Oh no! Nos, a zsarnok egyszer azt a hihetetlenül gonosz tervet eszelte ki, hogy az egész világot a saját elképzelése szerint átalakítja. Maxentius Commonusnak az az ötlete támadt, hogy magára hagyja a létező világot, és egy teljesen újat épít fel magának. Ez volt a talapzata, itt láthatják mögöttem. Megparancsolta, hogy erre a talapzatra építsenek egy szakasztott olyan glóbuszt, mint a régi föld. Mikor elkészült, Maxentius Commonus kénytelen kelletlen belátta, hogy az egész emberiséget át kell költöztetni az új glóbuszra, mivel a régi föld anyagát teljesen elhasználták hozzá. It's terrible. Így hát Maxentius Commonusnak be kellett látnia, hogy terve ilyes formán nem járt sikerrel. Hát túlgájába burkolózott, és elment. Máig sem tudjuk, hogy hová. Hova lett a new globus? De hiszen azon állnak. Ez van impossible. Ha ez a new globus, a régiből lehet még látni valamit, no? Mai napig is látható ott, az a töltsér alakú nyílás. Valaha ez volt a fundamentuma, s a régi föld felszínén gyúkodott, tehát fordítva kell elképzelnünk az egészet. Really? I can't believe it. This man is mad. Majd meglátjátok, egyszer nagy mesélő leszek. A leghíresebb a világon. Híres leszek és gazdag. Meseben ilyen szép házban fogok lakni, és selyempárnán aludni. Minden denileg meglátjátok. Akkor majd emlékezni fogok a szavamra. Az időtakarékpénzt átoljak. Én meg az XYZ 384 per B számú ügynök. Tudomásom van róla, hogy a takarékba tétek szeretném nyitni nálunk. Én? Ön ugye bár fúzióra fodrász. Igen, és én az vagyok. Látja, kedves fúzió úr, ön elpazarolja az idejét mindenféle pecsegéssel, oldócsaszoktatással és szappanokkal. Ha volna ideje, ön egészen más ember volna. Éppen ezen tűnődtem. Ma látja! Ön felelőtlenül pazarolja az idejét. Egy kis számolással be is tudom bizonyítani. Egy nap, ugye már 24 óra. Egy év az 365 nap. Ez annyi, mint 8760 óra. Tud követni? Igen. Vegyük úgy, hogy a 70 évig él. Ez elég biztosnak látszik. Ez az összeg, ami rendelkezésére áll. Mennyi idős most ön? 42. Ön tehát 42 évet, azaz 316.420 órát élt eddig. Nézzük csak, mivel is telt ez az idő. Mennyit alszik naponta? Úgy 8 órát. Elveszett idő. Mennyit dolgozik naponta? 8 órát. Elveszett idő. Lassan eszik, gyorsan eszik. Meddig tart magánál egy étkezés? Nem tudom, talán 2 órát. Elveszett idő, hogy egyedül él idős édesanyjával, és naponta 1 órát szentel neki. Ami azt jelenti, hogy leül és beszélget vele, holott ő süke. Emellett van önnek egy tanári madara, aminek gondozása naponta negyed órájába kerül. Ez annyi, mint mínusz 222.640, mínusz 30.660, mínusz 15.330, mínusz 336,5! De... Házi munka, barátok, mozi! Néha-néha egy könyvet is elolvas. Ez összesen 2 órájába kerül naponta. Rosszul van, húzió. Nem, bocsánat. És az nem kis titka? Azt is tudja! Azt hittem, hogy rajtam is Dária kisasszonyom kívül. El akar ölni,
feleségül? Nem, az lehetetlen, az bizony. Mert Dárja kisasszony egész életében tolószékhez lesz láncolva, mert béna, ennek ellenére ő naponta 2 órát tölt nála, és virágot visz neki. Miért? De annyira örül neki. De ha tárgyalagosan nézzük. Akkor ez önnek csak időpocsékolás. És vegyük még hozzá, hogy ön esténként 4 órát ül az ablakban, és elmélkedik az elmúlt napon. Ez annyi, mint 367.920 óra. Ez az összeg, amit maga már most elveszített. Mit szól ehhez, Fúzi? Ön már semmit sem szól, Fúzi úr. És ezt meg tudom érteni. Mert ezt az összeget most kivonjuk az ön életkorából. Mennyit mondott? 42? Az annyi, mint 367.920 óra. Sajnálom. 0,000000. Eszta, egész eddigi életem mérlege! Nem gondolja, hogy nem gazdálkodhat így tovább? Nem akar inkább elkezdeni spórolni az idejével? Mit kell tennem? Na de kedvesem, egyszerűen gyorsabban kell élnie, és minden fölösleget el kell hagynia. Például adja be az édesanyját egy jó, olcsó öregek otthonába. Adjon túl a haszontalan kanári madárra. És elég, ha Dárja kisasszony csak 2 hetente látogatja. De még jobb, ha teljesen felhagy vele. De akkor mit kezdjek a maradék időmmel? Mi, vagyis az időtakarékpénztár nem csak megőrizzük ennek a megtakarított időt, hanem kamatot is fizetünk utána. Kinek kell leadnom? És hol? Vagy nekem kell őriznem? Ez bízza csak rám. Mi nem vesztegetjük el az idejét. Észre fogja venni, hogy magánál semmi sem marad. Nos, jól van, bízom benne. Ezennel tehát köszöntjük Önt, mint az időtakarékosok közösségének legújabb tagját, Fúzi úr. Fogadja jó kívánságainkat. Egy pillanat! Nem kötünk szerződést? Nem kapok semmilyen dokumentumot? Minek? Nekünk elég az a 4 élete. Kismamu, de jó, hogy itt vagy. Legalább te itt vagy. Elfáradtam, mégre leülhetre. Tudod, nagyon különös dolgok történnek a városban. Az emberek egymástól ütköznek, és még csak fel sem néznek. Ismered Fúzi ura, emlékszel rá, mindig olyan kedvesen üdvözölt téged is. Amikor a munkornál nála jártam, meg sem ismert. Átnézett rajtam. És megváltoztatta a nyitvatartási rendet. És a vicclapjait, amiket olvasni lehetett, egyszerűen kidobta. Ma sem jött senki. Senki. Azt hiszem, az emberek valami más elfoglaltságot találtak. Nincs kedvük eljönni hozzám. Pedig milyen jókat beszélgettünk. Jaj, Mumu. Nehogy azt hitt, hogy téged untak meg. Valami szürkeség van a város felett. Ez a szürkeség rabolja az emberek idejét. A gyerekeket reggel beadják a gyereklerakadba, ez a neve, és csak este veszik ki őket onnan. Borzasztóan sivár az élet odabent. Egymásra épülnek a 100 emeletes házak, egyik olyan, mint a másik. És tudod, Mamu, szörnyű nagy szar van, zaklatoló, fülsiketítő, idegölő. Tegnap még minden olyan szép volt. Volt még itt. Tegnap volt még mihez szól. Nem volt a zaj, volt még csend. Nem zakatolt rengeteg gép. Tegnap még nem halt a város. Tegnap még jöttek hozzám ezren. Ma pár gyerek szökött ide. Tegnap még ember volt az ember. Már csak robot. Egyszerű gép. Thank you.
felejted. Még több holmit szeretnék. Nem tudom, van-e olyasmi, ami neked tetszene. Megmutatom minden holmimat, aztán válasz közülük valamit, jó? Itt van például ez a szép sárga aranygomb. Vagy például ez a szép kő. Vagy itt van még ez a darabka színes üveg is. Jó napot, Bibi Baby vagyok, a szuperbaba. Igen, ezt már mondtad, de nem szeretnél választani magadnak valamit? Itt van például ez a rózsaszín kagyló is. Fien vagyok, a többiek majd irigyelnek tőled. Ezt már tudom, de ha semmi nem tetszik neked a dolgaink közül, akkor játszhatnánk valamit, jó? Még több holmit szeretnék. Most játsszuk azt, hogy vendégségbe jössz hozzám. Jó napot, Bibi Baby vagyok, a szuperbaba. Üdvözlöm, tisztelt hölgyem. Örülök, hogy meglátogatod. Tiéd vagyok, a többiek majd irigyelnek tőled. Hát ide figyelj, itt nem lehet játszani, hogyha mindig ugyanazt mondod. Még több holmit szeretnék. De szép babáid vannak, biztos nagyon drágák lettek. Nem tudom, itt találtam őket. Azt gyanítom, te nem is tudod, hogy kell egy ilyen mesés babával játszani. Megutassam? Még több holmit szeretnék. Először is szükséged lesz sok-sok ruhára. Itt van például egy erbűvölő estélyi ruha, Cheyenne pongyola, Halloween, még egy, és még egy. Jó napot, Bibi-Bibi vagyok, a szuperbaba, a tiéd vagyok, a többiek majd irigyelnek tőled. Látod, milyen egyszerű? Az a lényeg, hogy egyre több valami legyen, és az ember sosem fogja megunni. De ha mégis megunná, ott van még a Bubi fiú, a holmiai, a barátai és barátnői. Még több holmit szeretnék. Nos, megértetted, hogy kell egy ilyen babával játszani? Hát... meg. Rendben van, és most persze ezt a sok holmit meg is szeretnéd tartani. Nos, legyen, neked adom, de akkor aztán nincs szükséged a barátaidra, érted? Mi van, még mindig nem vagy elégedett? Megmondanád, mi helyzik ebből a tökéletes babából? Azt hiszem... nem lehet szeretni. Hát nem is fontos. De a barátaimat azokat szeretem. És mi az szól abból a barátainak, hogy te a világon vagy? Mit tudnak ezzel kezdeni? Semmit. Jobban élnek tőle, többet keresnek. Nem hinném. Épp ellenkezőleg. Feltartod őket mindenben. Ezt nevezett a szeretetnek. Téged? Senki sem szeret? Annyit mondhatok, ilyennel, mint te, még nem találkoztunk. Ha több lenne a te fajtádból, bezárhatnák az időtakarék pénztárunkat. Minket nem szabad felismerni. Ki kell szívnunk az emberekből az órákat, perceket, másodperceket. Amit megtakarítanak, azt mind elvesztik. Mert mi tároljuk az időt, és egyre többre lesz szükségünk. Egyre többre, mert egyre többen leszünk. Egyre többen. De várjunk csak! Mi történt velem? Kihallgattál minket? Csupa ostobaságot beszéltünk, te gyermek! Felejtsd el! Felejtsd el! De miféle szajad? Önök BAV 555, 556 és 551 célű növök? Igenis. Mióta dolgoznak az időtakaréknál? Keletkezésünk óta. Ez nyilvánvaló, tartsák meg a felesleges megjegyzéseket. Mikor keletkeztek? 11 éve, 3 hónapja, 6 napja, 8 órája, 37 perce, és e pillanatban 16... 17... 18 másodpercet ezelőtt. Bizonyítékaink vannak arra, hogy ügynökeink egy gyermeknek elárulták magunk az igazságot. Vádoltak! Tudják-e, melyikük volt az? Mi voltunk azok? És miért vétettek a hallgatás törvény ellen? Mert ahogy ez a gyermek kifaggatott minket, minden kiszedett belőlünk. A menteketőzés nem érdekel minket. Hogy hívják a gyermeket? Homona. Fiú? Lány? Kislány. Lakik? Az amfiteátrum romjában.
A vádlottak biztosak lehetnek benne, hogy ez a gyermek többé nem fog nekünk ártani. És mi az ítélet? Az ítélet, mivel a vádlottak árulás büntettében bűnösnek találtattak, azonnali hatállyal minden idő megvonandó tűr. Kegyelem! 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 Mumum bajban van, bántani akarják, figyelmeztetnünket. Már késő, barátocskám! Mumum már a mi fogjunk! Egyetlen mód van rá, hogy kiszabadítsak! Maga kilesett bennünket ma éjjel! Visszaadjuk magának a gyereket, ha maga egy szót sem szól sem rólunk, sem a tevékenységünkről. Azon kívül váltságdíjon át 100 000 óra mesporolt időt követelünk magától. Ha ezt az időt megkapjuk, Mumu ismét szabad lesz. Nos! Beleegyezem. Nagyon bölcs. Nos akkor, teljes hallgatás és 100 000 óra. Ugyebár Csicsi, a híres idegen vagyok, a szenzációs mesél. Tudod talán rólam? Szenzációs állatom van az ön számára. A tévé mesélőt keres a közönség szórakoztatására. Hírnév, rendes fizetés. Hiszen ez fantasztikus. Hol lehetsz, Mumu? Megyek, el is mondom neki. Egy feltételem van. Most azonnal jönnie kell, ha nem, más szerződtek. Jó, majd elmondom neki később. Olyan régóta nem jár nálam senki. Gigi sem, Rackó sem. Ki lehet velük? Meg kell keresnem őket. Bemegyek a városba, hát ha talál. Befó! Nem, ez nem lehet, befó, nem is tudom. Gigi! Mumu! Hiszen ez Mumu! Hát ez meg miféle gyerek itt? Mit csavarogizni? Hiszen ez Mumu, az én régi kis Mumu barátnőm. Micsoda? A csavargulány, akiről annyit mesélt a tévében, tényleg létezik? Hiszen ezt már is leadhatjuk a sajtónak. Ez lesz csak a szenzáció. Nem, azt hiszem, azt nem szeretném. De te, kicsim, biztos ezt szeretnél bekülni? Adja végén ezt a gyereket! Ha nem sietünk, az alunk előtt száll fel a repülő. És ön is tudja, mit jelent ez. Tiszta rabszolva hajtsát! Nem lehet Mumuval egy-két szót váltani ennyi idő után. Ó, én csak a munkámat végzem. Ön azért fizet engem, hogy megszervezem az időbeosztását, nem? Persze, persze. Most mesélj valamit, Mumu, hogyan én ezt? Elnézést, de mesésetet nem támad. Mumut feltétlenül be kell mutatnunk a Fugli Filmtársaságnak. Ő pont tökéletes gyerekszár lenne, azon következő csavargó történetéhez, amelyet forgat. Képzelje csak el ezt a szenzációt. Mumu szerepében. Nem értettek. Semmi esetre sem akarom, hogy Mumut ebbe belerángassa. Csak egy kérdés még. Nem engedi meg, hogy gyorsan interjút készítsek a gyerek? Elég volt! Hányszor mondjam még? Most én beszélek Mumuval még hozzá magánügyben. Most láthatod, nekem végem van. Az életben a legveszedelmesebb a vágyának valóra válnak. Az egyetlen dolog, amit tehetni kellene, hogy befogom a számot, és nem mondok senkinek semmit. De akkor ugyanaz a szegény ördög volnék, mint régen. A szegénynek lenni vágyának nélkül nem Mumu, az maga a pokol. Hát itt maradok, ahol vagyok. Ez is olyan, mint a pokol, de legalább kényelmes. Ha most nem indulunk, nem garantálom, hogy elérjük a gépet. Maradj mellettem, Mumu, velem lakhatnál, sejjönben másodban járhatnál. Csak maradj mellettem, akkor talán újra olyan történetek juthatnának eszembe, mint régen. Emlékszel, Mumu! Mit tehetnék? Hogyan segíthetnék rajta? Én nem tudom mondani, mit kell tenned. Hozzám beszélsz? Igen. Én vagyok Secundus Minucius óra, és hozzád jöttem, kis Mumu. És miért tettél? Mert te vagy az egyetlen, aki segíthetsz az embereken. Meg kell őket szabadítani a szürke uratartásától. Te ismered a szürke urat? Én ismerem őket, és ők is ismernek engem. Szürke urak emberek? Nem, csak emberi alapot öltöttek. És honnan jönnek? Valójában azért keletkeznek, mert az emberek ezt lehetővé teszik. És ha nem tudnak több időt lopni? Akkor vissza kell mennünk a semmibe, ahonnan jöttek. Én senkinek nem engedem, hogy elvegye tőlem az időmet. Hát remélem is, hogy nem. És mondd pontosan, mi is ez az idő?
Mondd a szemed, kis mamó. Az idő tulajdonképpen nem más, mint egy csodálatos világ, ami az emberek szívében nyílik. Nyílik, és már el is hervad. De a helyén percről percre, pillanatról pillanatra újabb virágok nyílnak, és hervadnak el. Mindenkinek más virág nyílik a szívében, percről percre, pillanatról pillanatra. Nyisd ki a szemed, amit a kezedben tartasz, egy idővirág. De szép, az enyém lehet? Ez a virág csak egy órán keresztül van a világban. Nekem hatalmam van el megállítani az időt a világban. Minden merev és mozdulatlan lesz. De te az idővirágoddal még egy órán keresztül mozogni tudsz. Ez alatt az óra alatt kell egyezned a szürke urakat. A szürke urak az emberektől ellopott idővirágokat valami nagy raktárban tartják. Kitépik a virágok szirmait és abból sorolják szivagjaikat. Megmutják és elszívják. A szivarok nélkül egy percet sem tudnának élni. A te feladatod lesz, Momó, hogy megtaláld a szürkevek idővirág raktárát, kinyisd a raktár ajtaját, és szabadon bocsánkozott zárva tartott időt. Amikor a szürke urak észreveszik, hogy az idő megállt, sietnek majd vissza a raktárukhoz, hogy újabb szivart szerezzenek. Követned kell őket, Momó. Megpróbálod? Megpróbálom. Sok sikert, kis Momó. Figyelem, figyelem! Jelentés a városból, nincs több idő, orra megállította az időt. Mit jelentsen ez? Mi lesz, ha használtuk a szivarokat? Ön is jól tudja, hogy akkor mi lesz velünk. Az enyém már csak 10 percre elég. Az enyém 20 percre. Akkor adja ide! Maga már örül! Vissza kell mennünk, mentse magát, aki tudja! Most mit tegyünk? Az idő megállt, és az azt jelenti, hogy az ajtót nem tudjuk kinyitni. Ott van bent, csak erre volt idő. És nem juthatunk hozzá! Itt kell pusztulnom! De nézzétek, ott van Momó! És ide irány van nála! Kapjuk el! Meg